Ez itt a Tiki Taka TV Fordulóról Fordulóra című magazinműsora, amelyből értesülhettek a topligák legutóbbi játéknapjainak legérdekesebb történéseiről. Vásárold meg kedvenc csapatod mezét olcsón a videó leírásában található linken keresztül a GorgeousUS.co oldaláról. További 8 dollár, azaz mintegy 2000 forint kedvezményért pedig használd a TKTV kuponkódot. A Paris Saint-Germain 3-0 sikerével ért véget a francia bajnokság 27. fordulójának szuperrangadója, ahol az élóas párizsiak a harmadik helyen álló Marseille együttesét fogadták. A hazaiak igyekeztek korán dűlőre vinni a dolgokat, és Mbappé 10., illetve a vendégek részéről öngolt vétő Rolando 27. percen szerzett találataival gyorsan két gólos előnyre tettek szert. Kylian Mbappé ezzel 19 évesen, 2 hónaposan és 8 naposan a legfiatalabb játékos lett, aki gólt tudott szerezni a francia bajnokság klasszikusának számító PSG-Marseille összecsapáson. A fordulás követően az 55. percben a házi gólkirály Edinson Cavani is meglőtte a maga gólját, aki Neymar nagyszerű centerezését váltotta gólra. A párizsiak győzelmükkel is zsinórban 18. hazai tétmencsüket nyerték meg, ami új klubrekordnak számít. Ám örömük mégsem lehet felhőtlen, ugyanis a legnagyobb csillaguknak számító Neymar a második fél időben súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, amely után nagy fájdalmak közepette hordágyon hagyta el a játékteret. A brazil sztárnak egy rossz lépés követően fordult alá a bokája, és bár Unai Emery edző szerint csak egy egyszerű ficamról van szó, azonban a képeket elnézve nem lenne meglepetés, ha hosszabb kiagyás várna a játékosra. Így aztán az sincs kizárva, hogy kénytelen lesz kiadni a jövő heti Real Madrid elleni sorsdöntő Bajnokok Ligája visszavágót is. A második helyen álló Monaco botlását kihasználva a 71 pontos PSG immár 14 pontosra növelt előnyét a tabellán. Ugyanis a hercegségbeliek hiába vezettek már 3-1-re is a Toulouse otthonában, végül meg kellett elégedniük az egy ponttal. Veresége ellenére az 55 pontos Marseille őrzi harmadik helyét a pontvadászatban. Megszakadt a Bayern München 14 tétmeccs óta tartó győzelmi sorozata, miután csak 0-0-ás döntetlent játszott odahaza a Dárdai Pál vezette Hertha ellen a Bundesliga 24. fordulójában. A bajorok végig hatalmas mezőnyfölényben játszottak, ám hiába a 76%-os labdabirtoklási fölény és a 19 kapura lövés, ám ezúttal gólképtelenek maradtak. Utoljára még 2015 áprilisában egy Augsburg ellen 1-0-ra elveszített mérkőzésen történt olyan a müncheniekkel a bajnokságban, hogy nem tudtak betalálni a hazai közönségük előtt. Az idén eléggé kaotikus teljesítmény nyújtó berliniek pontszerzése viszont mindenképpen bravúrosnak mondható, hiszen rajtuk kívül a Bundesliga most futó szezonjában egyedül a Wolfsburg tudott ponttal távozni az Allianz Arénából. Pontvesztése ellenére sincs veszélyben a müncheniek első helye, miután 20 ponttal előzik meg a második helyen álló Dortmund együttesét. Igaz, a sárga-feketék csak ma este lépnek pályára az Augsburg ellen, így egy győzelem esetén faraghatnak tetemes hátrányukból. A dobogóért harcban lévő csapatok közül a Frankfurt, a Leverkusen és a Leipzig is vereséget szenvedett, így az éppen a gyógyszergyáriak otthonában 2-0-ás győzelmet arató Schalke lépett fel a tabella harmadik helyére. A góllövőlistát a 20 gólos Robert Lewandowski vezeti, második a 13 találatos Pierre-Emerick Aubameyang, míg a harmadik helyet a Freiburg 12 gólos támadója Nils Petersen foglalja el. A Lazio mindenféle megerőltetés nélkül győzte le idegenben 3-0-ra a pocsék formában lévő Sassuolo együttesét az olasz bajnokság 26. fordulójában. A vendég rómaiak góljait Milinkovic-Savic és Ciro Immobile szerezték. Előbbi játékos duplázni tudott, így a 22 éves labdarúgó már idénybeli 9. gólját ünnepelhette. Ezzel a topligákat figyelembe véve ő számít a legfiatalabb középpályásnak, aki eddig a mennyiségig eljutott. Ami pedig a góllövőlistát vezető Immobilét illeti, az olasz támadó átlagosan 85 percenként lő egy gólt az olasz bajnokságban, ami ugyancsak a legjobb mutatónak számít Európában. A játéknap rangadóját Rómában rendezték, ahol a legutóbbi három bajnoki járt megnyerő AS Róma, az ugyancsak egyre jobb formában lendülő AC Milan együttesét fogadta. Az első félidő eseménytelensége után aztán a fordulás követően a meccs korábbi szakaszában a rómaiak 16-osán belül mindössze egyszer labdához érő Patrick Cutrone révén hamar előnybe került a Milan.
A vezetés megszerzése után a kitámadó rómaiak fellazuló védekezését ügyesen kihasználó vendégek a 71. percben Davide Calabria szépségdíjas találatával aztán megduplázták előnyüket, amely egyúttal 0-2-es végeredményt is jelentette. A fiatal védő pályafutása első bajnoki gólját szerezte, míg a piros-feketék 2011. október után tudtak ismét győzni a Róma otthonában. Az olasz bajnokságot vezető Napoli csak ma este lép pályára a Cagliari otthonában, míg a Juventus Atalanta elleni mérkőzését a nagy havazás miatt elhalasztották. A tabella harmadik helyét továbbra is az immár 52 pontos Lazio foglalja el. A góllövő listát vezető Ciro Immobile újabb találatának köszönhetően már 23 gólnál jár a szezonban. Őt követi Mauro Icardi, illetve Fabio Quagliarella 18, illetve 17 találattal. A Liverpool együttesének nem okozott gondot a West Ham United legyőzése, és sima 4-1-es győzelmet ünnepelhetett a Premier League 28. fordulójában. A hazai csapat góljait Emre Can és Mané mellett Firmino és Salah szerezték. Előbbi játékos úgy talált be ismét a kapuba, hogy közben nem is arra nézett, míg az egyiptomi támadó már 20. ballában lőtt gólját ünnepelhette az idei bajnokságban, amelynél többet eddig soha senki nem szerzett egy Premier League idényen belül. Csapata pedig a Manchester City után a második olyan angol együttes lett, amely minden tétmeccset figyelembe véve elérte a 100 rugott gólt az idei szezonban. Hiába vezetett a Chelsea, azonban a Manchester United végül fordítani tudott, és 2-1-re legyőzte Antonio Conte együttesét a Premier League vasárnapi játéknapjának szuperrangadóján. Habár a vendégek Morata révén már a 4. percben egy felső léccel indították a mérkőzést, azonban a folytatásban egészen a 32. percig szinte egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk. Azonban ekkor egy szép kontra és a hazai védelem rossz helyezkedésének köszönhetően Willian góljával a londoni kékek megszerezték a vezetést. A bajnokok ligájában a Barcelonának is betaláló brazil támadó minden tétpecset figyelembe véve 12 gólja mellett 10 gólpasszt is kiosztott idén, így a mostani tekinthető londoni karrierének eddig legeredményesebb szezonjának. Mindössze 7 percig örültek a vendégek a vezetésnek, miután egy szép passzolgatás után Romelu Lukaku idénbeli 13. góljával egyenlíteni tudott. A belga támadó a bajnokságban először tudott olyan együttes ellen betalálni, amely a tabella első 8 helyének valamelyikét foglalja el. A második fél időben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de végül gólt a 75. percben Lukaku beadása után Jesse Lingard tudott szerezni, amely a manchesteriek 2-1-es győzelmét is jelentette. A 25 éves támadó egyébként idénbeli 13. gólját lőtte, így Lukaku mögött a United második legeredményesebb játékosának számító most futós szezonban. A tabellát magabiztosan vezető 72 pontos Manchester City nem játszott bajnoki meccset a hétvégén, miután vasárnap az angol ligakupa döntőjében volt jelenés az Arsenal ellen, amelyen Pep Guardiola együttese sima 3-0-as győzelmet aratott. A második helyen továbbra is az 59 pontos Manchester United áll, 2 ponttal megelőzve a Liverpool gárdáját. A Crystal Palace ellen csapat a győztes gólját szerző, így már 24 gólos Harry Kane továbbra is vezeti a góllövő listát, megelőzve a 23 találatos Mohamed Salah-t és a 21 gólos Kun Aguero-t. Az egyre jobb formában lendülő Real Madrid ezúttal az Alaves győzte le oda az a 4-0-ra a spanyol bajnokság 25. fordulójában. Ennek ellenére csak nehezen indult be a madridi gólhenger, hiszen a vezető gól megszerzésére egészen a 44. percig kellett várni. Ekkor Karim Benzema sarkozása után Cristiano Ronaldo volt eredményes. A bátran játszó vendégek az első fél időben 3 alkalommal is eltalálták a királyiak kapuját, amelyre eddig egyetlen más csapat sem volt képes az idei bajnokságban. A gól azonban láthatóan megzavarta őket, olyannyira, hogy a második félidő 28. másodpercében ugyancsak Benzema passzát követően Gareth Bale góljával már 2 gólos volt a blankók előnye. Ennél gyorsabb második félidei gólt utoljára 2004-ben Raúl szerzett az együttes színeiben, aki 19 másodperc után talált be egy Bilbao elleni meccsen. Negyed óra elteltével aztán Ronaldo második góljával végleg eldőlt a 3 pont sorsa, míg a 4-0-as végeredményt végül a 89. percben Benzema állította be.
Külön kiemelendő, hogy 2016 áprilisa óta először fordult elő, hogy egy meccsen belül a BBC támadó trió mindhárom tagja gólt szerezzen. A Real Madrid pedig, amely zsinórban negyedik bajnoki győzelmét ünnepelhette, az első spanyol klub lett, amely ebben az idényben az összes sorozatot tekintve már legalább 100 gólt szerzett. A Barcelona legutóbb 2009-ben szenvedett vereséget katalán együttestől, így maga biztosan váratta a stabil középcsapatnak számító Girona elleni mérkőzést. A jó előjelek ellenére a harmadik percben Porto révén meglepetésre mégis a vendégek szerezték meg a vezetést. Egyedül a 25 éves támadó mondhatja el magáról az idei szezonban, hogy be tudott találni a Barcelona, a Real és az Atletico Madrid kapujába is. Nem sokáig örületett az újonc, hiszen két perccel később Luis Suárez Lionel Messi passzát követően hamar egyenlíteni tudott. Az argentin csillagnak ez volt a 148. gólpassza a spanyol élvonalban, ami új La Liga rekordnak számít. Az első félidő lefújásáig aztán maga Messi is betalált két alkalommal, és Luis Suárez is meglőtte a maga dupláját, így eldőlni látszott a találkozó. Nem mellékesen Messi már 36 különböző La Liga csapat ellen is betalált, ami szintúgy rekordnak számít a spanyol bajnokság történetében. A második félidő 66. percében aztán a Barcában első bajnoki gólját szerző Coutinho is betalált, a 6-1-es végeredmény pedig a mérkőzésen már harmadik gólját jegyző Luis Suárez alakította ki. A gránátoros kékek immáron 32 bajnoki nem találtak legyőzőre, így már csak 6 mérkőzésre vannak attól, hogy beállítsák a Real Sociedad 1980-as 38 meccsen át tartó veretlenségi rekordját. A bajnokságot továbbra is a 65 pontos Barcelona vezeti, 7 ponttal megelőzve a Sevilla otthonában egy nagyszerű 5-2-es győzelmet arató Atletico Madridot. A legutóbbi 5 bajnokiát egyaránt megnyerő matracosok hőse a 3 gólt szerző Antoine Griezmann volt, aki 16 góljával és 10 gólpasszával a La Ligában szereplő játékosok közül Lionel Messi mögött az idei szezon második legeredményesebb labdarúgójának számít. 51 pontjával a tabella harmadik helyét a bajnoki címvédő Real Madrid foglalja el. A góllövő lista élén nem történt változás, igaz a 20 gólos Luis Suárez egyre inkább megközelíti a 22 találatával az élen álló csapattársát, Lionel Messit. Míg őket a dobogó legalsó fokán továbbra is a már 16 gólos Iago Aspas követi. További foci hírekért és érdekességekért kövessd a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalát. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára!